Újabb akciókra, projektekre, támogatásokra készül a Nexus Egyesület. A részletekről Ökrös Dávid elnökkel beszélgetünk. Az Adi Endre úti Nexus otthon már jelzi, hogy aki oda látogat, otthonosan tudja magát érezni. Az utcán is már jól lehet látni, már az éjszaka alatt is, hogy ugye a világítós táblán kikerült, aminek a felirata a Nexus otthon címet viseli, Ennek alapvetően azért találtuk ezt a nevet, hogy aki ma ide látogat mi hozzánk, hogy szó szerint otthonosan tudja magát érezni, hiszen az Egyesületnek a székhelye alapvetően azt a funkciót tölti be, hogy az Egyesület a napi működése szempontjából fontos feladatokat el tudja látni, azonban mi szeretnénk, mert egy fiatalos közösség vagyunk, ezt a székhelyet otthonosabbá tenni, és innen jött maga a névnek a ötlete. Az Egyesület egy fiatalos közösség, de az elmúlt időszakban korosztálytól függetlenül megismerték a nevüket a városban és azon kívül is. Mindenféleképpen azt látjuk, hogy korosztálytól függetlenül azért a Nexus Egyesületnek a neve, az eddigi eseményeink, illetve megmozdulásaink, azok a híre jelentős mértékben tud terjedni a városban, éppen a városon kívüli szerencsére. Tehát nyilván az egyetemi barátaink, akik vannak a más városokban, ők is lenni látják alapvetően a social médián keresztül, hogy a tevékenységünk aktív tud maradni a koronavírus járvány ideje alatt, és szeretnénk ezt a fajta tevékenysége, majd most a szigorú korlátozások után, ahogyan a korlátozások egyre inkább nem hűni fognak, mi is egyre inkább aktívabbak lenni a korábbi, te korábbi mértékhez képest is, és azt szeretnénk, hogy a kalszéri lakosokhoz most már tudjunk személyesen is járni, tudjuk velük találkozni, és azokat a személyes rendezvényeket, amiket eddig is már megterveztünk, ezeket meg tudjuk valósítani. A szigorú korlátozások után egyre inkább aktívak lesznek, személyes találkozókat, rendezvényeket szerveznek, adomány gyűjtenek a rászorulóknak, a frontvonalban dolgozóknak pedig maszkokat juttattak el. Rengeteg ruhadományt tudtunk eddig már összegyűjteni, úgyhogy azt tervezzük, hogy a gyármány ideje alatt további adományokat fogunk hozzájuk eljutatni, ugye akkor textiliek formájában valami további maszkok hoztása lesz várható, Mindezek mellett pedig beindítottuk a Nexusnak a startup inkubátorát, tehát akikkel már eddig kapcsolatban voltunk, vagy kedvezményezettek, vagy pedig támogatók, velük kívánunk olyan már a startup világ felé hajazó tevékenységet megvalósítani, ami segíteti az ő munkájukat. Most jelenleg az állatmenhelye kapcsolatban van egy ilyen online weblapunk, amit készítünk, és ennek a, a tartalma lesz majd az, ami tudja segíteni a menhelynek a munkáját egyre több támogatójuk van, akik egy-egy projekthez kapcsolódnak, vagy állandó segítséget nyújtanak a fiataloknak. A csatlakozásnak egy egyszerű útja van. Az egyik és lekézen fekvő, hogyha az ember a Facebookon keresztül az oldalunkra ír, és akkor kifejezi igazából kinyilvánítja az ő csatlakozási szándékát, de az interneten keresztül van lehetőség e-mail címünkre is írni, illetve telefonos egyeztetés is van lehetőség, ahol a jelenkezni vágyó felek ki tudják te nyilvánítani akaratokat, és szívesen várunk, fogadunk mindenféle jelenkező szemét, hiszen az a célunk, hogy az Egyesületnek a tagság és jelentős tudjon gyarapodni, növekedni, Egyébként eddig nem volt kifejezett célzatunk, szándékunk, hogy a Egyesületnek a tagságát jelentős mértékben növeljük, pont azért, hogy először szervezetére meg tudjunk erősödni, illetve ugyanúgy anyagilag és egyaránt, mindazonáltal szeretnénk egy olyan támogatói rendszert is kialakítani, ami utána már stabil hátteret tud biztosítani az újonnan belépő tagoknak. Jelenleg ez a folyamat jó úton halad és pontosan ezért, hogyha valaki szeretne csatlakozni, már tudjuk biztosítani azokat a szervezeti, anyagi és infrastruktúrá hátteret, ami ezt a csatlakozás lehetőséget ő, igazából biztosítani tudja. A közösségi oldalukon keresztül lehet a Nexushoz csatlakozni. Vannak olyan támogatóink, akik a későbbi során hosszú távú oldalmányozási szerzős keretén belül szeretnének után velünk is kapcsolatban maradni, így hosszú távon támogatják a mi működésünket. Ezen belül van olyan támogatónk is, aki később a egyeset tagjává is vált, tehát olyan szinten megtetszett neki az ő tevékenységünk, annyian tud ezzel azonosulni, hogy ő is a közösség részévé kívánt válni, és így ez meg is tud valósulni. És illetve vannak olyan támogatóink, akik egy-egy egyedi jelleggel kívánnak adományozni, egy kifejezett megmozdulásra a projektre, például most, amikor korábban nem említettem el, helyes weboldalt, arra már külön kaptunk például adományt, hogy ezt tudjuk tovább fejleszteni. Most a kutya menhely részére van egy projektjük, de a jövőben egyre több segítséget nyújtanának majd másoknak is.